Az Egyesült Államok után egyre több nyugati ország függeszti fel a kizárólag palesztinok segélyezésével foglalkozó ENSZ szervezet az UNRWA finanszírozását, annak Hamász kapcsolatai miatt. Az ügyben megkezdett vizsgálat nyomán a segélyszervezet több munkatársát elbocsátották, mert felmerült a gyanú, hogy támogatták a terrorszervezet október 7-i támadását. A Fehérház nemzetbiztonsági szóvivője hangsúlyozta, bár már felfüggesztettünk minden további juttatást a szervezetnek. A vizsgálat eredményének függvényében megfontoljuk, hogy a jövőben szükséges-e változtatnunk a segélyszervezet támogatásának módján. A palesztin felszabadítási szervezet főtitkára Hussein al-Sheikh felszólította az országokat, hogy vonják vissza döntésüket, mivel az nagy politikai és humanitárius segélyezési kockázatokat rejt magában. Az 1949-ben létrehozott UNRWA széleskörű segítséget igyekszik nyújtani a palesztin menekülteknek.